is jó reggelt kívánok mindenkinek. Valóban új nap, és valóban új esélyek, de hát új csalódások is. Az előadásom pont ennek a fogalomnak a körében fog telni. Három fő gondolatom és gondom van, és ezt szeretném veletek, önökkel megosztani. Az első gond és gondolat az éppen az, ami a jelmondatunk mögött, a rád építek problematikája mögött van, hogy leginkább a bizalmunk sérül igen korán gyerekkorunkban, és ezt akármilyen oldalról közelítjük, akár tudományosan, akár spirituálisan, lelkipásztori szempontból, ez a dolog megtörténik, a csalódás. Azt szeretném igazolni, vagy körbejárni, vagy talán mint egy hipotézist állítani, hogy a csalódás a bizalmunknak egy nagyon fontos építőköve. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, és rögtön csalódást vált ki, hogy hát hogy is jön ide. A másik gondolatom a kommunikáció és a törődés kapcsolata. Úgy sokat beszélünk majd, meg általában sokat beszélünk a kommunikációról, talán többet is, mint kellene. Túl kommunikáljuk az életünket. Többet kommunikálunk, mint amennyit imádkozunk. Zárójelbe az imádság és kommunikáció, de milyen érdekes, hogy a törődés az sokkal fontosabb, és erre szeretnék majd rávilágítani. Harmadik gondom, gondolatom, az pedig milyen ma embernek lenni, milyen ma fiatalnak lenni, hát azt én kérdezem. Én csak az élményeimből és a tapasztalataimból tudok nektek ebből egy-két gondolatot felhozni. És akkor el is kezdem, hogy hogyan ide a rádépítekhez, a hivatásunk kereséséhez, küldetésünk bizonytalanságaihoz, hogy fér hozzá a csalódás. Tulajdonképpen mondhatunk egy olyat is, hogy ha szél el nem fújja, hogy a Szentírásban, és főleg az Ószövetségi Szentírásban nagyon sok nyomát látjuk annak, hogy az ember nyafog a csalódottsága miatt. Az Ószövetség igen gazdag ezekben a égbe kiáltott, nyöszörgő, nyafogó, síránkozó, panaszkodó gondolatokkal. Nem csak Jób történetére gondolok én, hanem a zsoltárok is zsúfolva vannak. Csalódtam, Uram, rászedtél, Uram. És azt is lehetne mondani, hogy ha Jézus nem jött volna és nem beszélt volna valami másról, tulajdonképpen az ő szavaiban, az újszövetségi szentírásban nem találjuk nyomát annak, hogy ő panaszkodna bárkinek is, hogy ő csalódott lenne. Hogy rászedtél, Uram. Ugye ezt szoktuk idézni, hogy a keresztfán elmondta azt, hogy miért hagytál el engem, elmondta a rendes zsidó ember haldokló imáját, ami minden zsidó ajkát elhagyja haldoklása idején még ma is. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez a induló és megérkezni akaró embernek az imádsága. Csalódni muszáj, különben baj lesz. Ezt jegyezzétek meg. Ez egy nagyon fontos dolog, és hogyha nincs az életünkben, és most itt az egyéni életünkre is gondoljunk, de tulajdonképpen a társadalmi életünkre is, a társadalomban való elhelyezkedésünkre is igaz ez, hogy van a csalódás kultúránknak egy ilyen evolúciója, egy fejlődése. Hogy nagyon korán elkezdünk nyafogni, ha nem kapjuk meg az anyatejet időben már, és nyafogunk, ha valami baj van a pelusban, akkor megint nyafogás kezdődik. Tehát tulajdonképpen az első visszajelzés az anya felé, a szerető, gondoskodó lény felé, az, hogy valami nincs rendben, valamit el kell végezned. És
hányszor panaszkodnak úgy a házasok, hogy hát csalódtam benned, és nem bízom többé te benned. Van-e, aki el tudja mondani itt a jelenlévő közül csak egy mondatban, hogy mit kell csinálni a bizalommal? Tehát egy dolog van, amit csinálni kell a bizalommal, és az mi? Csak tegye föl a kezét, aki tudja, hogy mit kell csinálni a bizalommal. Tehát be kell csomagolni, elő kell venni, növeszteni kell, locsolgatni kell, figyelni kell rá. A legkevesebbnek jut eszébe az, hogy adni kell. A bizalommal nincs más dolgunk. Adni kell. Kapni nem lehet. Az egy elvárás, amikor a kapott bizalomra figyelünk. Arra függesztjük a szemünket, hogy mi az, amit nekünk el kell várnunk a másiktól, vagy amit a másik elvár tőlünk. Az nem bizalom, az az elvárás, az a bizalomnak az ellentéte szinte. És a kapcsolataink ezért betegek, ezért nem tudunk egymásra építeni. Nyilván ez a mondat, vagy ez a jelszó, hogy építek rád, ez elsősorban Isten felé hangzik el. Senki nem építheti föl saját magát Isten nélkül. Ma nagyon divatos lett az, hogy önmegvalósítok. Isten nélkül nem tudsz önmegvalósítani. Magunkat nem komponálni, összerakni, vagy megalkotni kell, hanem megtalálni, újra megtalálni. Az a személyiség keresés útja és az önismeret útja. Erről is lesz majd szó talán, ha nem is annyira az előadásban, majd a kis csoportos megbeszélésben. Ki az, aki szeret csalódni közülünk? Hát senki. Én azt gondolom, hogy föl se kell tenni a kezét annak, aki nem szeret csalódni, mert ez nem kérdés igazából. A kérdés az, hogy megtanultad-e a csalódásnak a technikáját. Divatos szó, hogy feldolgozni. Nem nagyon tudjuk, hogy mit jelent az, hogy feldolgozni valamit. Nyilván valami olyasmit jelent, hogy nem csak zakatolni rajta, nem csak állandóan rágni, mint egy mocsingot, hanem kibékülni vele, érett felnőttként hordozni a szívünkben azt a gyászt, azt a problémát, azt a tényt egy kellemetlen beszólástól kezdve egy hűtlenségig mindent. Tehát ki tanulta meg, és mire jó ez a csalódás? Kitaláltam egy ilyen nagyon szép, rövid mondatot, hogy ha ezt leírjátok, vagy megjegyzitek, akkor megvan az első témának a legszebb kincse, hogy a csalódás a fejlődés rugója. Mit jelent ez, hogy a csalódás a fejlődés rugója, hogy nem tudok fejlődni, ha a csalódás az bennem egy ilyen lépcső, vagy egy hiányzó lépcső. Amikor hiányzik egy lépcső, vagy éppen az olvasó szemüvegünkkel állunk neki a lépcsőnek, tehát akkor egy nagyot esünk. Mi az, amikor évtizedek után is azzal keresnek meg párkapcsolati problémák ügyén, már nem annyira fiatalok, szinte érett házasoknak mondhatók, hogy csalódtam benne. Most az jut eszembe, hogy nagyon sok ilyen beteg segítése történt ennek kapcsán, de eszembe jut egy élmény, amikor egy már 50 évet meghaladó korban volt egy férfi, és nagyon-nagyon komoly depressziós és kényszeres tüneteket hordozott, és nagyon nehéz volt kideríteni, hogy mitől is szenved. Lerövidítem a kérdést, több hónapos munka után kiderült, hogy egyszer a irodalom tanárnője azt mondta neki, Dezső, nagyon csalódtam benned, és ez neki egy nagyon erős törés volt, és azóta csalódottan élt, és ezt a csalódást mai szóval nem tudta feldolgozni. Hogyan dolgozzuk fel a csalódásainkat? Mikor hangzott el először, és mit csináltunk ezzel az élménnyel, amikor elhangzott, amikor édesanyánk azt mondta, hogy csalódtam benned? Egy nagyon veszélyes mondat ez, hiszen Isten ezt nem mondja nekünk. Jézus egyetlen egy szóval nem mondja Péternek, hogy csalódtam, mert minden oka meg lett volna rá. A Máté evangélium 11:20-as részében egy olyan történetet ír le Máté evangélista, amikor Jézus, úgy mondjuk ma, hogy elszakadt a cérna, elgurult a gyógyszer,
tovább nem bírta. Általában a kufárok kiűzését szokták úgy emlegetni az új szövetségi szentírásból, mint amikor Jézus elveszíti a kontrollt önmaga felett, és mint egy eszelős viselkedik. Hát ez egy kicsit túlzás, és jobban bele kell menni. De most egy másik történet, a Máté 11:20, jaj neked Korozain, és jaj neked Betszajda. Nagyon mély csalódás van mögötte. Olyan két városnak a szapulása kezdődik tulajdonképpen. Ha Tíruszban és Szidonban történtek volna mindazok, amik nálatok történtek, már rég szőrcsuhába járnának, vagy bűnbánatot tartanának, és még behozza egyéb bűnös városoknak, hogy még jobb dolguk lesz, Szodomának és Gomorának még jobb dolga lesz, mint Korozainak és Betszajdának. Tehát két olyan város, ahol minden lepergett az emberekről, amit Jézus mint ajándék adott nekik. És milyen érdekes a szerkesztés, hogy ott, amikor ez így lepereg, ez a történet, amikor Jézus így méltatlankodik, a csalódását igen mélyen és hevesen kifejezi, hogy hát ezt nem vártam volna tőletek, akkor úgy van megszerkesztve, hogy Jézusnak egyik legszebb hálaadása következik. Áldalak téged, mennyi atyám, égnek és földnek, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kisdedeknek nyilatkoztattad ki. Nyilván ez nem ott történt, a Korozain és Betszajda szapulása idején, de nagyon érdekes, hogy amikor így elgurul a gyógyszer, vagy elszakad a cérna, vagy amikor nagyon betelik a pohár, a hócipő és a hócsizma, és minden, ami létezik, akkor tudunk-e egy háladó imádságba belekezdeni? Tudnélik, a háladó imádság nem csak azért kell, hogy Istennek megköszönjük mindazt, amit ad, hanem elsősorban, és erről talán keveset beszélünk, hogy felkészítsen minket a csalódásainkra. Hogy a legszebb belső ima az az, hogy Uram, nyitottan állok minden újabb csalódás irányába. Bármi történhet, várom és figyelek. Tulajdonképpen ez az ifjúságnak az egyik legfontosabb alapélménye, hogy ne ideákat kergessünk, és ne olyan felhőket, amik elfutnak előlünk. A csalódás a fejlődés rugója. Nagyon szükségünk van erre, hogy ne meneküljünk a csalódásainktól, hanem azt aktívan várjuk. Az nem egy Demoklesz kardja, amelyik lebeg a fejünk fölött, aztán azt hiszem, a Demoklesz nem csapott le, csak lebegett, de van olyan kard, ami lecsap, és aztán véres is lesz. Ilyen csalódásaink is vannak, hiszen a családunkban történtek dolgok, és hát fognak is. Hát mindjárt egy félelmet itt el kell oszlatni, vagy egy illúziót, hogy azért nem arról van szó, hogy akik itt jelen vannak, ők mind boldogok lesznek, és mind megtalálják azt az embert, akit keresnek. Ezzel kapcsolatban is van egy kis probléma, hogy vajon kinek teremt bennünket az Isten, egymásnak, szüleinknek, önmagának. Menjünk vissza a csalódások eredeti helyszínére, vagy a legelső helyszínére, az ős parkba, az ős Jurassicba, ahol még béke honolt, és a lélek lebegett a vizek felett, és az embernek jó volt. Sőt, még előrébb menjünk, amikor nem is volt ember. És azt mondja Isten a Teremtés első könyvében, hogy teremtsünk embert a magunk képmására. Többes számba mondja. A Szent Háromság belső közössége az, aki az embert teremti. Ott van a fiú, az Atya, a Fiú és a Szentlélek teremti az első embert. És ebben az igyekezetben, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtse, én azt gondolom, hogy benne lehetett az is, hogy és készítsük őket, vagy őt fel arra, eredetileg ez ugye egyes számban hangzik el, hogy teremtsünk embert. Ez nem azt jelenti, hogy a nő nincs bekalkulálva az eredeti programokba, de nagyon fontos az, hogy aki a saját képmásunkra majd megoldja a csalódástól való félelmét, és bizalmat képes adni a másiknak mindennek ellenére,
ugye a bizalommal mit kell tenni? Adni kell. És minél nehezebb adni, annál inkább fontos. Betegek, házastársak panaszkodnak, nem tudok benne bízni, mert csalódtam benne. Ez egy hibás következtetés, egy hibás mondat. Ma tanuljuk azt meg, hogy azért kell benne bízni, mert csalódtam benne. Mert a csalódás a fejlődés rugója. Megtanít visszakanyarodni, és ez a paradicsomban is így történik, teremtsünk embert a saját képmásunkra, idáig semmi probléma, de mindjárt a Teremtés 2.18-ban megjelenik az is, hogy nem jó az embernek egyedül. Tehát magyarul nincs elég probléma. Adok neki segítő társat, ha nincs gondod, Ádám majd akkor lesz, te akartad, aki hozzáillő. Aki hozzáillő. Erre se szoktunk figyelni, hogy nem azt jelenti, hogy aki olyan, mint ő. Feleségek szokták mondani, hogy a férjem annyira bosszant, mert nem azt csinálja, amit én mondok neki, meg nem úgy gondolkodik, hogy fordítva is szokott ez lenni. Hozzáillő segítőtársat, és a segítőtárs, nagyon érdekes, a Hébernek van erre egy olyan kifejezése, most nem tudom idézni, de nyilván nem is fontos, hogy a szó az, hogy segítőtárs, az a fajta kétségbe esett ötlete az embernek. Tehát nem csak egy ilyen alvállalkozás, vagy egy ilyen megbízásos, vagy szerződéses alapon történő dolog, hogy majd valaki segít, mert nem tudja fölemelni Ádám ezt a fazekat, akkor majd lesz egy asszony, aki fölemeli, vagy nem szeret porszívózni Ádám, akkor majd Évát megtanítjuk, hogy ő porszívóz. Hanem egy olyan kétségbe esett felkiáltása ez a, vagy kifejezése ez a Hébernek, az a segítőtárs. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy egy ilyen behívott szakértő, vagy éppen akinek majd át kell venni a szót a családban. Én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy milyen dús az ember élete az ellentmondásokban, hogy amennyire segítő társa van, annyira mégis magányos. Hát magányosak vagyunk, vagy végül is nem vagyunk magányosak. Ez itt egy nagyon nagy, nagyon fontos társas lény az ember, vagy magányos lény. Ki volt Jézus társa? Hát bizonyos szempontból erre azt szokták mondani, hogy ez az atya, de ki volt a földi társa? Hát jönnek a nem hívők részéről, hogy hát majdnem feleségül vette Mária Magdolnát. Ki beszélt ilyenekről? Tulajdonképpen azóta tudjuk, mikor volt ez az Éden kerti jelenet. Hát egyesek szerint, akik arra abból indulnak ki, hogy beszélni kellett tudni már az embernek, mert kummogni meg bunkóval hadonászni már millió évekkel ezelőtt lehetett a barlang előtt, ha valami nem tetszett a szomszédba, akkor át lehetett dobni egy követ, vagy ez 4-5 millió éve él az ember a Földön, de nagyon érdekes, hogy ebből az 5 millió évből csak olyan 60 ezer éve, tehát nagyon rövid ideje tud beszélni. Nem is szépen, hanem hát egyszerűen beszélni. Mennyit finomodott a 5 millió év alatt, és milyen kis rész ez a 60 ezer az 5 milliónak, amikor még mindig csak csúnyán beszél, és még mindig csak köveket dobál át a szomszédba, és tulajdonképpen azóta tudjuk, hogy sehogyan se jó az embernek. Nem csak, hogy nem jó az embernek egyedül, hanem sehogyan se jó. Nem, panaszkodnak a papok, hogy nehéz, panaszkodnak a házasok. Minden harmadik ember neurotikus, tehát kezelésre szoruló, szorongásos, félős tünetekkel terhelt. Külön iskolapedagógusnak kell foglalkozni a gyerekekkel. Nagyon sok-sok teher jelenik meg az életünkben. Tehát minél több szakember, annál több a baj. Tehát ki volt Jézus társa? Lehet, hogy nem volt Jézusnak társa Földön, és ettől nem szabadna megijedni. Mint ahogy egy gyakorló papnak, jó apostol Lajos atya, aki ugyanezt elmondhatja, hogy nincs társam,
Hát ez nem a világ vége, hogy nincs társam a szerzetesi életben sem, papi életben sem, és még a nem megszentelt életben is létezik olyan, hogy valaki nem házasodik meg. Lehet, hogy az is hiba a szüleink, elődeink nevelési módjában, hogy túl nagy élményeket rendeltek ez a társ kifejezéshez. Mint hogyha a magyarban a társ az valami olyasmi lenne, ami nyit mindent. Tehát az, mint az ördög lakat, vagy a betörő kulcsa, minden zárat kinyit. Egyáltalán nem így van, és azt lehetne mondani, hogy sem a patriarchátus az ókorban, középkorban, se a modern és kierültetett kényszeres feminizmus nem oldja meg ezt a problémát. Mármit, melyik problémát? Az, hogy hogyan legyen rend a családban, hogy minden olajozottan menjen, hogy nem arról van szó, hogy ne legyenek balhék, mert annélkül nem is lehet csinálni. Mikor jegyesekkel foglalkoztam, így felkértek olykor-olykor, az kedves dolog, akkor mindig megkérdeztem, hogy tudtok-e már veszekedni? Hát mi nem fogunk veszekedni. Hát azt tanulni kell, hogy igen, korán kell tanulni a veszekedést, az egy fontos dolog, tehát nem szabad kiírni az életünkből. És egy kicsit úgy, mint a csalódás, hogy a civódnak a kismacskák az egyáltalán nem baj, az őket generálja a csalódás, a fejlődés rugója. A mai önmegvalósító, ez nagyon-nagyon rossz ez a szó, és csináljunk is vele valamit. Én kitaláltam egy szót helyett, és azt gondolom, hogy helyes önszeretet irányába kéne fejleszteni ezt az egész elképzelést, hogy nem magamat kell megvalósítanom, hanem helyesen kell szeretni önmagamat, akkor lesz béke bennem, akkor fogom önmagamat megismerni, tehát önismeret. Önismeret már nagyon korán az ókori görögöknél kiderül, hogy Isten nélkül nem megy, tehát Kálvin János is, bár már nem az ókori görögöknél ért, de meg így vall egy mondatában, hogy legfőbb bölcsességünk kettős az, hogy ismerhetjük önmagunkat, és ismerhetjük Istent. Ez a mi legfőbb kincsünk, legfőbb bölcsességünk. Én azt mondom, hogy az önismeret az nem más, mint szeretve tudni. Szeretve tudás. A szeretve tudás szót én találtam ki, de fejtsük meg, hogy mit jelent. Kettős jelentése lenne, hogy szeretve vagyok Isten részéről, és ezt én mindig tudom, hogy én mindig szeretve vagyok. Milyen jó annak, aki tudja, hogy szeretve van. Szeretve tudom magamat. Hát ez a gyermeknek a legnagyobb boldogsága, hogy ő szeretve van. Nem akkor boldog a gyermek, amikor visszamosolyog az anyára, az egy reflex. Nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani neki, majomkodik. A szeretve tudás ott jelenik meg, amikor a negatív dolgokra tudunk visszamosolyogni. Amikor csalódunk és visszamosolygunk. Amikor nem majomkodunk, hanem amikor a legmélyebb spiritualitásunkat vesszük elő, és ezt egészen az ellenség szeretetig lehet fokozni, ezt a szeretve tudást. Könnyű úgy szeretni, hiszen erre szocializált a világ, hogy Isten szeret minket, minden jó fog történni, megkapjuk, amit kérünk, csak kérjük, de ez nem így van. Ez nagyon téves. Nem kapjuk meg nagy százalékban, amiket kérünk, és jaj, lenne annak, akinek minden álma teljesül. Az egy teljesen szörny személyiség alakulna ki belőle. A csalódás az, ami finomítja, és a csalódásnak a megszeledítése finomítja az embert. A büszkeség szó is egy kicsit olyan, hogy meg kell egy picit finomítani, és én a családomban ezt mindig megkapom, hogy én ezt a szót kitiltottam, vagy legalábbis a saját szótáramból kitiltom, hogy mondjuk a gyerekeimre nem vagyok büszke, és ez fáj nekik, és én mondom, hogy nem, azért nem vagyok büszke, mert ti nem vagytok jók, hanem azért, mert én mindig
ehelyett inkább hálát adok, hogy jók vagytok, hálát adok, hogy vagytok, és olyanok vagytok, amilyenek vagytok. Büszkeség helyett használjuk a hála kifejezést, hiszen nincs semmi, amire mi azt mondhatjuk, hogy a miénk, még a saját személyiségünken, amit sokat dolgozunk, de még az is inkább ajándék. Az önismeret, és itt a korszerű pszichológiának számos kutatása jó jön a konyhára, hogy már tudjuk, hogy mik az érzelmek, tudjuk azt, hogy miért fontos a tudattalan, de Isten nélkül, az ő ajándéka nélkül, a Szentlélek nélkül nincs önismeret, és nincs semmi, amit a pszichológia nem tart a magáinak, de nagyon fontos lépéseket tett meg ebbe az irányba. Szeretve tudni. Szent Ágoston a Vallomások című munkájának az első mondatában leteszi nagyon-nagyon pontosan azt a élményét, és tulajdonképpen meg se kellett volna, hogy írja többit, mert az egész élete benne volt ebben a mondatban, hogy magadnak teremtettél, Úrunk, és sóvá, és magadnak teremtettél, Úrunk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Még lehet, hogy így sem pontos, de ez a lényege, hogy le kell futnunk ezt a kört, hogy nem magunknak, és nem a szüleinknek, és nem a társadalomnak lettünk teremtve, hanem Isten többet akar, és az emberi személyiség sokkal több annál, amit felfedeztünk, alkotó elemeket, hiszen azt egyedül Isten ismeri, annak a rendszerét és annak a működését. Két ember kapcsolatában nem létezik a komplementaritás, tehát nem úgy működik férfi és nő, mint a kulcs és a zár. Szoktak erre is panaszkodni, hogy hát szorul a kulcs egy kicsit a zárba, hát mit csináljunk, hát nem pont olyan, ami engem kiegészít, és megint a társ vagy nem társ, jó társam, nem társam. Hadd mondjam el, egy nagyon fontos élmény volt, 40 éves házasság után megkeresett egy asszony, nagyon sok kilométert utazott, hogy elmondja nekem a legfőbb félelmét, ami szinte már a betegségbe taszította, hogy ő 40 évig élt a férjével hűségben, és mégis úgy érzi, hogy nem tett meg mindent érte. Végighallgattam, egy órán keresztül beszélt, hogy mennyi jót, mennyi nehézséget éltek meg együtt, és úgy érzi, hogy hát éjszaka is fölriad álmából, mert azt tapasztalja, hogy ennél többet is érdemel ez az ember, és én bólogattam, hogy igen, többet érdemel. És a végén csak annyit mondtam, hogy asszonyom, amit ön keres, az nincsen. Tehát ennél többet nem lehet tenni. Nem lehet a másikat boldoggá tenni. Isten sem tud bennünket boldoggá tenni. Isten eszközöket ad nekünk, amiket mi nem mindig fogadunk el, ahhoz, hogy boldoggá tegyük magunkat, de mindenki csak magát Isten segítségével. A házastárs nem arra való, hogy boldoggá tegyük. Hogy okozzunk neki örömet, hogy segítsük, és ez a segítés itt egy parciális dolog. Nem helyette csináljuk meg. Nem tudjuk az anya helyett az anyát játszani egy özvegységben, vagy apa helyett apja nem tudok lenni. Rátérek a második gondolatra. A kommunikáció és a törődés. Nagyon szeretek Falun lenni, ott is születtem Solymáron, de éltünk kezdő fiatal házasként 10 évet egy kis faluban, és ott úgy megy a kommunikáció, hogy az, hogy jó reggelt szomszéd, az nem elég. Tehát ez egy kicsit nálatok is így lehet, hogy ilyen álmos állapotban a jó reggelt az a maximum, amit... Tehát egy jó reggelt az Budapesten sok, falun meg kevés. Ez úgy néz ki, hogy friss gőzölgött marha trágyától a doktor úr egy kora reggeli óra, ami nekem korai, de hát egy parasztembernek az már késő. Tolom hazafelé az úton, és kiszól a szomszéd, hogy hova tolja azt a szép gőzölgő marha trágyát, doktor úr? Hát a patikába, hát hova tolnám, hát ilyet kérdezni.
És ezek a kérdések igazából azért fontosak, mert nem azt várja, hogy én elmondjam, hogy ez pontosan mire való, mert azt önnél jobban tudja, meg hogy mennyit ér, és hol szereztem, ő azt is tudja. De azt, hogy én ebből mit hozok ki? Tehát mit válaszolok? Azért olyan viccesek, hogy szép napunk van ma, ugye? Hogy locsolom a kertet, azt mondja, na, csalogatja az esőt, ugye, doktor úr? Vagy elmegyek permetezni a szőlőt. Azt mondja, akkor már jön az eső, ugye, doktor úr? Tehát ezek a provokatív beszólások, ezek nagyon fontos kommunikációs jelek. Rengeteget tanulunk a kommunikációból. Már úgy születünk, hogy ilyen tréning, olyan tréning, amikor még azt se tudjuk, hogy tréning ruha is van. De mennyivel több az, amit Isten a törődésben tanít meg nekünk, és a törődés az nem azt jelenti, hogy nem kommunikálok. Mindenki tudja, hogy akkor is kommunikálunk, amikor nem kommunikálunk. Az autisták is kommunikálnak. Csak sokáig kell őket nézni. Egy fontos élmény volt kezdő orvos koromban, hogy kaptam egy autista beteget, és ráment egy délelőttöm, hogy nem az, hogy kiszedjek belőle valamit, hanem egyáltalán megértsem, hogy mit él át. Néztünk egymásra egy délelőttön keresztül. De nagyon sokat tanultam ebben az együttlétben. Isten együtt van velünk, és ez több, mint az, hogy kommunikál velünk. Olykor nem tudjuk kifaggatni, csendes, de az együtt érzése és az együtt léte velünk az sokkal fontosabb, hogy törődik. Figyelmet és törődést tanulni. Hát ki hallott ma olyan tréningről, hogy elmegyek egy törődést tréningre? Hát az nem sokra becsülik manapság, hogy hát mire jó az? Hát, hogy tudjak jobban bánni a kutyámmal, vagy a férjemmel, vagy a tehénnel. Tehát ilyen törődést tréning. Kommunikációs tréning az nagyon fontos, hogy vissza tudjak pofázni meg, hogy mindig legyen ötletem, hogy a politikusok, hogy órákig beszélnek, és ne tudjuk, hogy miről. Hát rengeteg olyan embert ismerünk, és sajnos azért a papok között is van, tud prédikálni sokáig, de nem marad meg egy gondolat sem. Atya olyan szépet prédikált, és mégis mi volt Mari néni, az a szép? Hát ahogy csillogott a szemüvege, az olyan szép volt. Tehát ki tanítja nekünk a törődést? Édesanyánk, édesapánk, a testvéreink. De az is, aki belénk köt, aki belénk mar egy kicsit, mert azzal is törődnünk kell, és meg kell tanulni, hogy jussunk túl a csalódásainkon. Nagyon izgat Lázárnak a története. Írtam is egy kis könyvet, még nem jelent meg, de idéznék egy pár gondolatot a gondviselés rovatából, hogy mit gondol a feltámadt Lázár a gondviselésről. Tudnék, Isten szenvedélye az a teremtés. Ő is lehetne mondani, hogy szenvedélybeteg. Egyszer egy betegen mondani, egy súlyos mániás állapotban, az azt jelenti, hogy pörög, cselekszik, sose lehet leállítani, nem tud aludni, nyugtalan. Mondja nekem, hogy hát milyen hívő ember. Isten is mániás, hát állandóan teremt, nem hagyja abba, mindig szervez, nem látjuk, de hát a háttérben ő a nagy szervező. És akkor eszembe jutott, hogy na de ember, hát Isten a hetedik napon megpihent, és nézze meg a Bibliában, hogy minden nap más csinált. Ha ön ezt meg tudná csinálni, hogy szépen minden nap más csinál, és ugyanúgy dolgozik, de mást, nem a szenvedélyeivel foglalkozik, hanem mással. De ennek ellenére mondhatjuk azt, hogy Isten folyton a jót akarja, és ebből a szempontból monomániásnak mondható. De a gondviselés és a törődés az már egy kicsit összetettebb, és a Lázár gondolataiból egy-kettő. A gondviselés nem kívánságműsor. Nem elég feltételezni, minden másodpercben be kell lélegezni, mint a friss levegőt. A gondviselés nem egy külső segítség. Együttműködés. Belesimulás a fazekas újbegyeibe.
annak is a repedéseibe. A gondviselés sosem gondmentesítés. Inkább együttműködés, mint protekció. Olykor véres veríték. Ecetbe mártott szivacs. Alázat nélkül nem is működik. Ez csak egy rövid idézet volt, hogy kedvet teremtsek erre, hogy milyen más nézőpontból is lehet látni a gondviselést, mert mi úgy szocializálódunk, hogy a gondviselés az, amikor kitörlik, megtörlik, megmossák helyettem, elintézik, és nekem gurul tovább. Isten irgalma nem egy bírói, most egy irgalom kifejezést járunk körül, hogy nem bírói megkegyelmezés, szánalom, hanem az egybetartozásra való törekvés gesztusa Isten részéről. Azt lehetne mondani, hogy Isten alapállása az irgalom. De nem azt jelenti, mint a mi fogalmainkban, hogy valaki irgalmaz, Uram, irgalmaz, azt is úgy kéne érteni, hogy nem feltétlenül azt jelenti, hogy könyörülj meg rajtam, és hozzá nekem jó döntést, vagy ments föl a életfogytiglani ítélet, vagy a halál büntetés alól, hanem azt jelenti, hogy törődj velem, az alapállásodat éld meg, és én is éljem meg a te alapállásodat. Én akkor irgalmazok ember, és egyébként zárójelben mondom, hogy ez az az egyetlen dolog, amiben tényleg tökéletességre törekedhetünk, az irgalom, mert semmi másban nem tudjuk követni tökéletesen Istent vagy Jézust, de az, hogy valakinek megbocsássunk, valakinek elengedjük a dolgait, azt meg tudjuk tenni, mert ez minden vagy semmi törvény alapján működik. Isten alapállása, és lehet a miénk is. A háromságnak alapvető lelkülete az, hogy az ember gyógyuljon. Én még úgy tanultam, hogy az irgalom az egyenlő szánalom plusz hűség. Irgalmas szamaritánus története. Nem az volt a nagy ebben a dologban, hogy megesett a szíve, hogy megszánta, mi is megszánjuk a bajba jutott embereket, szánakozunk másokon, hanem az, ahogyan elkötelezi magát, és tulajdonképpen bemocskolja magát. Tehát az irgalmas szamaritánus történetében ez a rész elemezendő jobban, hogy neki oda le kellett menni, be volt dobva, el volt esve, véres volt, jó, ellátták a baját, neki meg kellett akadni a saját útjában, meg kellett keresni a fogadót, ahol rábízhatta ezt a megvert embert. Tehát a törődés a legtöbb, és nem az, hogy van egy ösztönös szociális érzés bennünk. Rengeteg szociális érzés van bennünk, de ezek az ösztönös törődésekkel vagy szánalmakkal nem kell foglalkozni. A hűség a lényeg, hogy tudom-e következetesen képviselni azt, hogy én vele tartok. Még akkor is, hogyha nekem más dolgom van, vagy annál inkább. Isten együtt él és törődik a világgal, de nem vonja vissza az ember szabadságát. Akkor lenne baj, ha ő túlságosan beavatkozna. Sokszor ezt kérjük az imáinkban, hogy avatkozzál már be, rakjál már rendet Ukrajnában, vagy a távol-keleten, közel-keleten. Isten nem az, aki minden kérésünket teljesíti, sőt, nem is az, aki minden kérésünkre rögtön választ ad. A megválaszolatlan kérdéseknél nincs inspiratívabb az életben. Tehát örüljünk a megválaszolatlan kérdéseknek. Hordozzuk, mint a szűzanya, az ő nagy megválaszolatlan kérdését, hogy ki vagyok én, hogy erre méltatott engem az Úr. És ki az, akit rajtam keresztül majd a világnak ad. Ezen valószínűleg még többet gondolkodott, mint azon, hogy ki vagyok én. Mi a ki vagyok énnel elég sokat elvacakolunk, és arról szól még a családi életünk kemény és puha hétköznapjai is, hogy ki vagyok én, és én mit akarok. Isten azt mondja, hogy érdekel a logikád, ember, nekem elég jó a tapasztalatom a világról, elég sok mindent tudok.
de érdekel a te logikád. És ez az ellenség szeretetnek is egy beugrója, egy lőrése, hogy ha nem tudunk odáig eljutni, hogy a másik embernek érdekeljen a logikája, mert van ahány ember, annyi logika. És így találtam ki azt, hogy mindenkinek igaza van. Tehát nem azt kell keresni, hogy kinek van igaza, hanem azt, hogy mitől működik az elakadt rendszer. Mitől működik, és általában azt tudja elindítani, akinek jobb a logikája és intelligensebb. Építek rád, ez bízom bennedet jelent, de ezt tudjuk a gyerekekkel való kapcsolatunkból is, hogy ez nem azt jelenti, hogy én bízom egy gyerekben, akkor én rábízom az atombombának a bekapcsoló gombját, vagy odaadom neki az összes pénzemet, hogy kezelje. Tehát a bízom benned, az implicite azt is tartalmazza, tehát benne foglalva, hogy nem bízom rád. Tehát vannak, amiket nem szabad a másikra bízni. Tehát a kutyámra se bízom a házam őrzését, bár házőrző kutyának mondták eleinte, de amióta nyalogatta a cigányok lábát, akik leszették a cseresznyét, azóta így nem tudnám rábízni a házőrzését, de azért szeretjük. Kétfajta nagy iskola van, ezt tudjuk, a bolonyai képzés, meg aztán a master, de ebből a szempontból, hogy magamból indulok ki, és úgy értelmezem a világot, itt is két iskola van. Először tanuljuk meg azt, hogy induljunk ki magunkból. Az egy nagyon nagy iskola, nem 3 éves, sokkal több, de meg kell tanulni, hogy mit gondolok én, mit érzek én, miért vagyok felelős én, mit szeretnék, mit nem szeretnék, miből van elegem, miből van hiányom. Ez a bolonyai képzés, hogy tudjam, hogy én mit akarok. De nincs vége az iskolának. Jön a master, és az pedig azt jelenti, hogy kiindulok a másikból. Na most ahhoz nagyon kell tudni az alapokat, hogy én ki tudjak indulni a másikból. Az orvos is ezt teszi, hogy én már nem a saját bölcsességemmel gyógyítok, mert az nincsen. Nekem át kell hangolódni az ő gondolkodására, és az ő eszközeivel, az ő eszköztárával oldom, vagy segítek neki tovább lépni, és tulajdonképpen ő oldja meg, nem én oldom meg az ő problémáját. Tehát a két iskola az nagyon fontos, hogy a magyar közmondás úgy mondja, hogy mindenki magából indul ki. De ezt tegyük akkor hozzá, hogy ez csak a bolonyai képzésben igaz, mert meg kell tanulnunk magunkból kiindulni, meg kell tanulni az értékeket jól kezelni, de és akkor jön igazából a keresztény felnőttség, hogy kiindulni a másikból. Érdekel a logikád. Kinek mondtuk már ezt? Hát amikor szerelmesek, hogy ja, akkor érdekel a logika, de csak addig, ameddig érdekes az a logika, aztán amikor elhúz a két logika, akkor már nem olyan nagyon fontos, akkor már visszamegyünk a bolonyai képzésbe, hogy mindenki magából indul ki. Elhagyom magamat. Ez a építek rád, ez tulajdonképpen ezt jelenti, hogy elhagyom magamat. Felét fordulok, és a te eszközeiddel, ez már a master képzés, a te eszközeiddel dolgozom. Úgy látom, az időm lejárt, és engedelmesen be is fejezem, kihagyván a harmadik gondolatot, hogy az embernek lenni manapság, de majd ezt a kisebb körbe járjuk. Van egy sor a zsidók szent könyvében, a Talmudban, ami azt mondja, hogy felelősek vagyunk a világ minden örömeért. És az eredeti kifejezés az élvezetet jelent. Tehát rajtunk múlik az, hogy a világnak milyen élvezetei lesznek ezentúl. Felelősek vagyunk ezért. És ennek nincs igazán jó kultúrája, mert a két szélsőség uralkodik a elveszekedett vagy megveszett élvezetkeresés, élvezethajhászat, és a másik szélsőség a középkori vagy ókori, de én nem is tudom, a legújabb kori is van ilyen, hogy nem engedem megtörténni a jót az életembe.
nagyon sok ilyen beteget kell gyógyítani, aki áldozati szerepbe szorul, akár a szüleinek, akár mindegy, erre, és Jézus azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy nem azért dőlt rá a fal, mert bűnösök voltak, hanem azért meg kell térni, mert rosszabbul jártok. Jézus itt is azt mondaná, hogy ne azon törjétek a fejeteket, hogy a betegség az miért csap le valahová, mert az nem azzal van összefüggésben, hogy ki bűnözött. Még ma is azt gondoljuk, hogy Isten büntet a betegséggel. Közben a betegség az jó. Testvérek, kisebb körben majd beszéljünk akkor arról, hogy miért jó a betegség, mert az nem az Isten büntetése. Szóval a Talmud ezt úgy írja, hogy felelősség terhel bennünket a világ minden élvezetéért, és ezt magunkban felnőtt keresztényként kell élni. Jézus nem azért lett emberré, hogy nekünk nehezebb legyen az élet, vagy hogy mi istenek legyünk a földön, hanem azért, hogy segítsen nekünk jobb emberré válni. De mit jelent ez a jobb ember? Ezzel zárom az előadásomat, hogy nem akkor vagyok én jó ember, amikor jónak képzelem magamat. Kedvenc, az egyik kedvenc íróm, filmrendezőként, Nobel-díjasként halt ő meg, egy olasz Canetti nevű, és nagyon szerettem az írásait. Nem keresztény gondolat, de azt írja, csak az lehetne jó ember, akit senki sem tart annak. Na hát ez még egyszer, bocsánat. Azt írja, hogy csak az lehetne, hát játsszuk azt, hogy nem az a jó ember, aki szépen mosolyog a tévében, nem az, aki jót gondol, ismerjük a nagy átvágós, több állarcos politikust, vagy bárkit, akár szülőt, akár egyházi vezetőt. Azt mondja, csak az lehetne jó ember, akit senki nem tart annak. Az, aki örökké azt akarja hallani, hogy ő jó, soha nem válhat igazán azzá. És akkor itt leplezzük le magunkban, hogy minket erre tanítottak, hogy te jó vagy, jó is maradsz, képzeld magad jónak, és tartsd magad jónak. Egyébként az őskeresztényeket bűnbánóaknak tartották, vagy ők maguk bűnbánóaknak tartották magukat, és így is éltek. Tehát nem jónak, hanem éppenséggel eltévednek. És ez a lelki gyakorlat szolgálja bennünk, bennetek azt, hogy ne tartsd magad jónak, de van mit megismerni Isten kegyelméből, önmagadból. Köszönöm a figyelmet, megpróbálok az időhöz igazodni.